mutatják. Osztrák és magyar szakemberek a széksorokban sokan jöttek el Győrbe, hogy részt vegyenek a ProRá program kétnapos záró rendezvényén. A 2009 óta tartó munkálatok során komoly árvízi előrejelző rendszert építettek ki a Rában, ami a jövőben nagyban megkönnyíti majd a vízügyesek dolgát. A legfontosabb a védekezéskor az időelőny. Mikor van információ arról, hogy valóban be kell avatkozni a lakosság védelmében. A projekt ehhez nyújt segítséget, mindegy 24-48 óra meg fogja növelni számunkra az információ időelőnyét. Ezért fontos az ország számára a projekt. A közös osztrák-magyar fejlesztési program közel 1,4 millió euróból, vagyis majdnem pontosan 420 millió forintból valósult meg. Segítségével a határral osztott vízgyűjtő területeken folyamatosan tudják cserélni a vízrajzi adatokat a szakemberek, főleg árvíz idején pedig elengedhetetlen az információcsere. A ProRáb egyedülálló kezdeményezés, hiszen két ország, két tartomány, illetve két vízügyi igazgatóság közösen hozott létre egy automatikusan működő rendszert, amely több mint 240 000 ember árvízi biztonságát teremti meg a jövőben.